Sziasztok! Laci vagyok, és ma az MX Linuxról fogunk beszélgetni. Gyakorlatilag a csomagtelepítést szeretném bemutatni. Az MX Linux a Debian stabil ágára épülő disztribúció egy XFCE felülettel kapott. A képen már nem azt látjátok, én egy kicsit átalakítottam a felületet, de erről majd későbbiekben fogunk beszélni. Lényeg, MX Linux csomagkezelése. Három olyan dolgot kell megismerni a csomagkezeléssel, ami számunkra jelen pillanatban fontos. Az első, hogy hol tárolja azokat a fájlokat, azokat az elérési utakat, amely internetes szerverekről leszedegeti majd számunkra a csomagokat. Ezeket gyakorlatilag első körben érdemes megnézni, hol vannak, milyen felépítésűek, egy kicsit eltérnek a hagyományos Debian felépítéstől, de könnyen átláthatóak. Amire nagyon figyeljünk, szerkeszteni root, azaz emelt joggal tudjuk, azaz, hogyha nincs rendszergazdai hozzáférésünk, akkor bizony ezekbe belenyúlni nem tudunk. Arra is figyeljünk, hogy amennyiben nem tudjuk, hogy mit kellene beírogatni, nem igazán kéne szerkezgetni ezeket a fájlokat, csak akkor, hogyha komolyan tudjuk, hogy azok a tárolók, azoknak a tároloknak a minősége és felépítése megfelel a mi rendszerünknek. Azaz, nem kéne nagyon turkálni benne. Hol vannak ezek a fájlok? Hát nyilvánvalóan nyitunk egy terminált, a terminálba belépünk az MC programba. Ez egy terminálos fájlkezelő, véleményem szerint érdemes megismerni, hiszen ha véletlenül a grafikus felület nem indulna, akkor azért terminálból, konzolból még egész jól el lehet ezzel barkácsolni, hiszen komplett. Norton Commanderre, ha valaki emlékszik, akkor ahhoz hasonló fájlkezelő, és nem kell hozzá grafikus felület. Lényeg számunkra, hogy bemegyünk az etc per apt, showurcs.list, idáig a debiánosoknak ismerős .d könyvtárba. Tehát nem egy fájt fogunk első körbe keresni, hanem ezt a könyvtárat. A könyvtárba lehet látni, hogy több listafájt találunk, ezekbe tárolja az MX Linux azokat a Debian, vagy Antix, vagy Google, vagy egyéb repókat, tárolókat, amelyikeket ő használni tudja. Ezeket tudjuk bővíteni, illetve tudjuk szűkíteni. Mondom, nem lehet felhasználói jogokkal, csak emelt jogokkal tudjuk ezeket szerkeszteni. Egyet nézzünk meg az érdekesség kedvéért, rámegyünk, megnéz, figyeljünk arra, hogy felhasználói joggal nézegetem, azaz még véletlenül se tudok belepiszkálgatni. A felépítése nagyon egyszerű, a többi is hasonló, több-kevesebb hasonló sor van. Van egy megjegyzés, nyilvánvalóan a kettős keresztet mindenki ismeri, megjegyzésként tudunk kommentelni egy-egy sort, megmondja, hogy ez az MX-nek a saját, illetve a teszt repóit tudjuk elérni. Van egy deb, megmondjuk neki, hogy Debian csomagokat fogunk definiálni, hogy hol vannak az elérési út, illetve megmondjuk nekik, hogy melyik tároló részekből, melyik egységekből szeretnénk a csomagokat elérni. Ezeket gyakorlatilag nem is nagyon kell ismerni, illendő, de nem kötelező ismerni, hogy ezek mit jelentenek. Lényeg az, ha véletlenül ezt szeretnénk bővíteni, akkor igyekezünk olyan helyekről leszedegetni ezeket a sorokat, ahol teljesen kompletten ilyen felépítéssel elérhető, hogy csak be kelljen másolni. Megnéztük azt, hogy hol tárolódnak azok a tárolók, amelyeket mi használjuk. Ennek a kibekapcsolására, illetve a tárolók közti gyorsabb váltásra az MX Linux is rájött, hogy ez úgy illendő lenne kényelmesebbé tenni, nem mint hogyha a szöveget szerkeszteni egy ilyen egyszerű textfájlba nehéz lenne, bizony ad kettő darab nagyon kényelmes programot. Az egyik programunk az MX Tools között megkeressük a tároló kezelőt. Ennek természetesen, hiszen most már csinálunk is valamit, meg kell adni a root, azaz a emelt jogú felhasználónak a jelszavát. Én szépen beírom, természetesen nem látjátok, és feloldjuk. Megkapunk egy ilyen panelt. Mire tudjuk ezt használni? Gyakorlatilag ez
nem olyan feladat, amit naponta el kell végezni, illetve hogyha ezeket nem csinálja meg valaki, akkor se történik vele különösebb probléma, hiszen alapbeállítások teljesen megfelelőek. Lehet látni, hogy az MX repo tárolónak több szervere van, több tükör szervere van, ahol tárolják ezeket a fáj csomagokat, azt hiszem 52 ezer, de ne lőjetek agyon, hogyha a Debian stabban nem 52 ezer fáj van. Lényeg számunkra, hogy ebbe tárolják különböző országokba. Nekem most épp a magyar van bepipálva, de át tudok váltani dánra, kanadaira, hogyha olyan kedvem van, tehát kézzel át tudok váltani. Számunkra igazából nem az a lényeg, hogy honnan kapjuk melyik országból az adatokat, hanem a leggyorsabbat szeretnénk, hiszen az adatok letöltése nem egy izgalmas dolog, azt a gép csinálja, mi meg odáig nézegetjük a gépnek a monitorját, ami nem az életünk válja. Így bizony rányomunk erre, és ő leszkenneli, megnézi a leggyorsabb elérhető tárolót, az valószínű itt a környező országok egyike lesz, hát bizony ez Netherlands, azaz egy holland tároló, ami jelen pillanatban leggyorsabb. Érdekességként mondom, reggel, most 5 óra van, reggel még a magyar volt leggyorsabb. Lényeg számunkra a leggyorsabbat kiválasztotta, nem is kell hozzá nyúlni. Ugyanezeket meg tudjuk csinálni a Debian tárolókon is, tehát a Stabilago Debiannak a tárolóin is leszkenneljük, hogy melyik az a leggyorsabb a környékünkön, amelyikekről az adatokat kapjuk. Ezt nyilvánvalóan nem napi szinten fogom elvégezni. Ha nagyobb frissítések vagy upgrade-ek vannak, disztribúció léptetés, nem egy napi két darab, vagy heti két darab fáj frissítés, hanem nagyobb, akkor megcsinálom, hogy gyorsabban jöjjenek le az adatok, de még olyannal nem találkoztam, hogy nagyon-nagyon lassúak lennének. Hosszabban tart, hiszen Debiannak több tárolója van, a Debian több országban is jelen van, lényegesen többen, mint az MX Linux. Lényeg, leszkennelte, beállította a dolgokat, látható, hogy itt shots per kb, illetve pontosan ugyanazokat a bejegyzéseket látjuk grafikus felületen, mint amit megnéztünk szöveges fájlokba. Itt nem a kettős keresztet írunk eléje, vagy veszünk ki belőle, hanem azokat tudjuk látható, ugye, beixelni, illetve kixelni, amelyeket kellenek. A harmadik fülön pedig az egyéb tárolókat találjuk meg. Nyilvánvalóan fölismeri mindenki az Antix, a Debian, a Google Chrome list dolgokat, hiszen ezek már szerepeltek abba a könyvtárban, amit mutattam. Ezeket grafikusan jeleníti meg az ottani bejegyzéseket. Hasonlóképpen tudjuk kikapcsolni, bekapcsolni azokat a tárolókat, amelyikekre szükségünk van. Alapesetben nem igazán kell különösebben ezeket a tárolókat kibekapcsolgatni, de lehetőségünk van, ha éppen például, amit említettem, a forráskódú csomagokat is leszeretnénk valami oknál fogva szedni. Nyilván, ha ki van x-elve, akkor nem fogja látni a forráskódot, nem ajánlja föl letöltése, de hogyha ilyen igényünk van, akkor egy x beütésével már meg is kapjuk. Egy alkalmazra bökünk, és leokézzük, és bezárjuk az egészet. A következő adatbázis frissítésnél, UBDATE parancsnál már ezeket fogja szkennelni, leellenőrizni, hogy milyen programok vannak. Kásomtól eltérően mi most nem parancsorból, terminálból fogunk dolgozni, hanem megmutatom az MX Linuxnak nagyon professzionálisra sikeredett, felhasználóbarátra sikeredett saját csomagkezelőjét. Nyilvánvalóan elő kell keresni MX Tools, és megnézzük azt, hogy csomagtelepítő. A nevek le vannak fordítva, maga a program nem, de véleményem szerint ha valaki tud 10 szót angolul, Linuxul, akkor ezzel el fog boldogulni. Ahogy látható, a csomaginstalláló program több fülből áll. Az MX Linux nagyon jól felismerte azt a problémát, hogy egy kezdő Linuxos
Hát, hogyha Debianhoz leül, akkor 101% nem fogja tudni a csomagok között az, hogy neki mire van szüksége. Ő tudja, hogy audio kezelő csomag kellene, böngésző kellene, kellene neki egy játékprogram, grafikával foglalkozó program, de annak a nevét nem fogja tudni, mert honnan tudná, szerencsétlen, hogy például a grafikával a Linux alatt milyen program foglalkozik. Bár lehet, hogy a grafika az nem a legjobb példa, hiszen a Gimpet Windows alatt is, vagy Inkscape-et Windows alatt is nagyon-nagyon szépen lehet használni. Ezért az első fülön összegyűjtötték ilyen kategóriába a nagyobb, elterjedtebb programokat. Nézzünk is meg egyet, az audio szerkesztése, lejátszása. Összegyűjtöttek egy jó kínálatot, ebből bizony itt lévő leírás, illetve az E-betűre való kattintás. Alkalmával kapunk egy picike kis ismertetőt, egy kis képet, hogy ez hogyan néz ki. Egy nagyon kezdő ezen már el tud indulni. Kiválasztja azt az audio szerkesztő, zenehallgató, egyéb programocskát, ami számára fontos, vagy legalábbis szimpatikus a képek alapján, és akkor léptet tovább, keres böngészőt magának, mondjuk a böngészők egy viszonylag egyszerű, mert Windows alatt is előfordulnak, gyerekeknek ajánlott programok, általunk kedvelt vagy keresett csomagok kategóriából, mindegyikhez ajánl valamit. Én egyetlen egy dolgot emelnék ki. Hát a kettőt, ebből az egyik a fontos. A kerneleket nem kéne, ha nem tudjuk, hogy mik azok, hogy ezek itt, hogy 964 bit, meg MX 414, meg egyebek. Nem tudjuk, hogy ezeken mit jelentenek a kerneleknél, hogy 418, meg ilyesmi, akkor nem kéne változtatgatni, telepítgetni, rá kéne hagyni az MX Linuxra, hogy az általa javasolt legstabilabb és relatív legfrissebbet ő majd mindig nekünk fel fogja tenni. Nagyon szépen látni, hogy különböző nyelvcsomagjaink vannak, magyar nyelvcsomag, ugye láthatóan a MetaPacket én már feltettem, a LibreOffice és a levelezőnek a nyelvi csomagjait automatikusan felrakosgattam a telepítés után, hiszen így a LibreOffice, a levelező, az egyéb programok, amik le vannak fordítva, azok természetesen magyarul fognak hozzánk szólni. Ez kifejezetten egy kényelmi, kezdőknek való fül, hogy megtalálják azokat a programokat, annélkül, hogy éppen tudnák, hogy annak mi a neve. Villámgyorsan, nyilvánvalóan, azt hiszem nem kell elmondani, hogyha bepipálod, vagy beixeled itt, akkor azt fogod tudni telepíteni, és az installációra kattintva fogod te telepíteni, ha pedig valamilyen szürkébb, és az elé teszed a pipát, akkor azt fogod tudni eltüntetni, illetve leszedni a rendszeredről. Én nem ezt a fület használom, hiszen ez igazából kezdőknek való összeállítás kínálat, de nagyon kellemes. A stabil repo. Megbeszéltük, hogy az MX Linux a Debian stabil ágára épült, nagyon-nagyon ortodox, kedvelt szó az utóbbi időben, ortodox összeállítás, ami arra törekszik, hogy inkább régebbiek legyenek a csomagjaink, de azok összehangoltak, ne legyen ütközés, ne legyen kielégítetlen függőség. Hát átléptünk a stabil repóba, az bizony leszkenneli a tárolókat, megnézi az ott lévő fájlokat. Itt két darab műveletet tudunk elvégezni, ami gyakorlatilag három, de hát az install és az uninstall, tehát a fölrakás meg a lerakása egy programnak természetesen számomra egyforma ugyanazt a műveletet el és vissza végezzük. Itt ki lehet választani keresés folyamán, hogy éppen milyen programot szeretnénk fölrakosgatni, avagy leszedegetni. Megnézzük az OBS stúdiót, az fel van nekem installálva, látható, hogy világosabb színű. Ezeket én szeretném eltávolítani, beixelem, majd az uninstallra fogok bökni, és elindul a leszedegetése a programnak. Látható, az utolsó fülre rögtön átugortunk, ez hasonló
akinek már van gyakorlat a Debian telepítésnél, meg más telepítésnél is, mint hogyha a terminálnak a kimenetét látjuk. Ez nagyon nagy előny a, hát hogy is mondjam, sokkal grafikusabb, szebb, csicsásabb telepítő programokhoz képest, hogy látom, hogy mit akar csinálni. Pontosan ugyanazt a műveletsort fogjuk, vagy átlátni, amit terminálból csinálnánk. Természetesen a függőségi fát felépítettem, megnézte, hogy hát bizony ezek csomó programot felraktunk valamikor valamivel, mint függőség, de azokra nincs szükség. Ezeket majd a későbbiek folyamán én autoremove-val el fogom tüntetni. Ami lényeg számunkra, az alábbi csomagok el lesznek távolítva. Nagy meglepetés nem fog okozni, hogy az OBS plugint meg az OBS Studio-t azt bögtem be, x-eltem ki, hogy távolíts el, és megmondja nekünk, hogy igen, testvérem, szeretnéd folytatni, avagy nem, szeretném folytatni, egy enter tütök, és elindul, ismerős lehet terminálból ezek a dolgok. Lefut, kapunk egy panelt, leokézzuk, és már is visszadob bennünket a stabil repo-nak a kínálatába. Mit lehet ezen kívül megcsinálni? Most leszettünk egyet, ugyanolyan lendülettel akármelyiket be tudjuk, ami tetszik, pipálni, ékszelni, és azokat meg természetesen, az most ezt csak mutogatom, beékszeltem, és Instára bökve föl tudjuk rakni, viszi magával a függőségeket is, tehát nem kell azt nézegetni, hogy milyen függőséget szeretne, vagy nem szeretne fölrakni, öntevékenyen elvégzi. Természetesen az upgrade feladatokat is el tudjuk végezni. Vagy rábökünk az upgrade-el, légy szíves az összes csomagot, amit úgy gondolsz, hogy a stabil repóból illendő lenne frissíteni, azt tedd már meg, nem akarom látni. Ez egy rossz út. Ne ezt csináljuk. Csináljuk azt, hogy az összes csomag megjelenítése helyett nem az installált, azt is ki tudjuk válogatni, hogy mi van, nem a nem installált csomag, azt is ki tudjuk választatni vele, hiszen le tudja válogatni, hogy melyik van fönt, melyik nincs, hanem a frissíthetőre bökünk, és akkor meg tudjuk nézni, hogy mi az, ami számunkra ebben a lépésben frissül. Ha nem az upgrade-ra bökünk, akkor természetesen egyesével ki tudjuk válogatni azt, amit szeretnénk frissíteni. Én ezt a hármat szeretném frissíteni, természetesen nem letörölni szeretnénk, hanem upgrade-elni ezeket a csomagokat, rábökünk, ugyanazt a terminál kimenetet látjuk, ezekkel nem fogunk foglalkozni, ezt ebből a programból nem tudjuk, az autoremove funkció nincs bent, megint megkérdezte, hogy akarjuk-e vagy nem, én egy enter tütök, most éppen ráment a megérede az enter leütésével, és így tudunk végezni. És megint kérte, hogy köszi szépen, végeztünk. Ha mégiscsak meggondoltuk volna magunkat, mielőtt az enterre ütünk, abban a sorba beírt N betű, az bizony azt, és enter nyomás, azt eredményezi, hogy az egészet nem hajtja végre, tehát ennyi az egész. Oké, stabil. Stabil Algo Debiant megnéztük, nagyjából egy éve tesztelgetem, illetve már több mint egy fél éve stabilan, állandóan ezt használom munkámhoz, soha nem volt ezzel komolyabb probléma. De hogyha mégiscsak úgy érezzük, hogy egy frissebb programra lenne szükség, akkor is megvan jó eséllyel az a lehetőség, hogy esetleg másik az MX Linux által ajánlott tárolóba elérhető. Át tudunk lépni az MX-nek a teszt repójába. Itt ki is írja, hogy hát elbizony ezek teszt dolgok. Ezek az MX termékek, amiket ők folyamatosan frissítenek. Ez a teszt nem azt jelenti, hogy egy alfa tesztállapot vagy beta tesztállapot programot kapunk, ezek majdnem 99,9%-os biztonsággal használható termékek, tehát nem egy gagyi, egy rolling, gyorsan frissülő rendszernek a tesztága, ez egy nagyon-nagyon stabil tesztágnak megfelelő programokat tesznek bele. Itt figyeljünk arra,
hogy ha mi szeretnénk megőrizni az MX Linuxnál az, hogy a stabil ágat használjuk, akkor itt nem fogjuk upgrade-elni, jó? Tehát nem fogjuk upgrade-elni, nincs is, hogy az all mindegyiket rögtön frissítse föl, hanem itt úgy tudsz frissíteni, hogy mutattam, a frissíthetők közül kézzel ki fogod válogatni, ami számodra kell, és esetleg be tudod állítani azt, hogy ezt, meg azt, meg amazt frissítse, de az összeset nem tudod egybe. Ez bizony számunkra nem mindig kell. Én úgy érzem, hogy majd az a tesztákból egy-két nap, egy-két hét, egy-két hónap, melyik át fog kerülni a stabilágba, és akkor majd a stabilra rá fogom frissíteni a leteszteltebb verziókat. Itt bizony ugyanúgy tudunk keresgélni, például Auda City-t tudnánk mi frissíteni, nem szeretném, mert az enyém most stabil, és nem szeretném azt, hogyha véletlenül nem működjen az Audacity, ez egy hangvágó program, és megszoktam, hogy ennél frissítéskor, vagy új verzióváltáskor előfordulnak azok, hogy a kinézet egy kicsit megváltozik, a beállítás megváltozik, a téma megváltozik, fehér lesz, és hiába állítom át sötétre, tehát megvannak a nyugjai minden programnak, én odáig nem frissítek, amíg nem muszáj, át nem kerül ez a 2.2.1 kötőjel 1-es verzió a stabilágba. Tehát itt ki tudjuk pipálni, hogy akarjuk-e, vagy nem akarjuk-e a frissítést, illetve természetesen, hogyha bepipálsz valamit, ami föl van telepítve, akkor le is tudod szedni. Ha pedig egy más programot szeretnél, ami éppen a kedvenced, megkeresed, Kaligra. Az éppen 2L-es, ugye? Kaligra. Ha Kaligrát föl szeretném tenni, nem szeretném föltenni, Prabox, és bizony installálni tudnád, nem szeretném fölrakni. Oké, mi van akkor, hogyha se a stabil, se a tesztákban nem találod meg azt a programot, amit te szeretnél? Az MX Linuxosok lehetőséget adtak, hogy a Debian egy egyéb Backport nevű tárolóját is ezen a rendszeren keresztül elért, ahhoz pedig annyit kell tenni, hogy Debian és leszkenneli a repókat, megnézi, hogy ott milyen program van, ez szintén számomra lesz szkennelés, egy picit lassacskán, de mindjárt elődobja, hogy hát milyen új programok, milyen programokat lehet itt megtalálni. Itt is nagyon figyeljünk, hogyha meg szeretnénk őrizni a stabil, vagy bátrabbaknak a teszt ágat, akkor az upgrade-et nem kéne automatikusan mindent kiválasztani, hiszen akkor erre az ágra felfrissítene egy kicsit, ami számunkra nem kívánatos. Láthatóan felfrissített, azért nincs semmi, mert itt ebben a repóban nincs a Kaligra. Láthatóan megkaptuk, ha összehasonlítaná valaki a verziószámokat, egy frissebb verziókat. Látható, hogy 4000 a stabil repóban 52000 programocska van. Itt is hasonlóképpen tudunk válogatni. Sok olyasmi előfordulhat, ami esetleg nincs bent a stabil vagy a tesztákba, olyan van, amik frissebb van, ha neked az a verzió kell, mert azt a funkciót szeretnéd használni, ami 1-2-3 verzióval frissebb, és bent van az a kellemes funkció, akkor bizony innét kiválasztod, ugyanúgy működik, Rabox és install. Ha pedig egy föltelepített programot szeretnél eltávolítani, nyilvánvalóan akkor eléje teszed, nem fogom eltüntetni, hiszen a VirtualBox-omat finoman beállítottam, nem szeretném leszedegedni, az uninstallra box, és abban a pillanatban el tudod távolítani, majd szépen átugrik a konzol kimenetre, és megnézheted, hogy mi fogott történni, mit szeretne csinálni. Majd a harmadik
harmadikban nekem a teszt és a stabil az az egy, a Debian Backports az a kettő, és a Flatpaks csomagok listája az számunkra egy fontos dolog. Miért? Ahogy mondtam, Debian stabil régebbi csomagokat tartalmazóra építették rá az MX Linuxot. Hát bizony előfordulhat, hogy egyes csomagok nincsenek bent. Hát ez kellemetlen. Egyes csomagok számunkra öregecskék, és szeretnénk a legfrissebbet használni, de nem szeretnénk széttúrni a rendszerünket különböző frissült könyvtárakkal, függőségekkel, adatkönyvtárakkal, egyebekkel, hanem szeretnénk valami olyan megoldást igénybe venni, hogy egybe az összes függőség effektíve egy zárt térben, ez nem teljesen így, de egy zárt térbe lekerüljön a gépünkre, és tudjuk a programot használni, annélkül, hogy a függőségeket vagy magát a programot felfrissíteni. A Flatpak, ez egy univerzális csomag kezelési lehetőség. A legtöbb nem csak Debianák, tehát nem csak Deb csomagokat kezelő, hanem RPM, például a Fedorára is, ez kényelmesen felrakható csomagok. Ugyanaz a csomag van mindegyik rendszeren. Ez zseniális ötlet, vannak hiányosságai, fölvetettek biztonsági dolgokat is, de semmi olyan komoly, hogy ne használjuk. Tehát ezek mindig a legfrissebb, majdnem a legfrissebb csomagokat fogod tudni használni. Ilyen például, ha éppen másképp gondolkodsz az Audacity-ről, mint én, a Flatpakből lényegesen frissebbet tudsz feltelepíteni. Ben megtalálnám Audacity, beixeled, és akkor installra kattintva felrakja, de a függőségeket magával hozza, de a te rendszeredben lévő hasonló függőségeket nem fogja felülírni. Ami nagyon kellemes, és parancsorból egy kicsit macerásabb megcsinálni, természetesen tudsz kézzel is, parancsorból is felrakni, de ezzel elég kényelmesen meg tudod tenni. A FlatHub-nak a kínálatát éri el alapbeállítással, így nagyjából az ott mutatott honlapon elérhető összes csomagot, azt a 483 csomagot bizony-bizony te el tudod érni, annélkül, hogy ott különösebben turkálni kéne a parancsorba. Nézzük is meg, installált dolgaink vannak, és ezt el akarom távolítani, agenda egy kipróbálásra föltött programoska volt, és el is távolította. Leokézzük, visszadob bennünket oda, ahova kell, és átteszem az alra. Keresni tudsz report váltani, nyilvánvalóan a többi eléggé, a gnómi eléggé csekély kínálatot ad, nyilvánvalóan az egy kicsit más. Repo szépen lehúzkodja, letöltögeti, szépen, lassan letöltögeti, láthatóan lejöttek, és nem sok minden van. Oké, haladó. Itt meg tudod mondani, hogy mindenkinek, vagy csak magadnak szeretnéd ezt feltelepíteni, mármint a Flatpak-et, én mindenkinek, bár egyedül használom a gépet, meg tudod mondani, hogy milyen repóból, tehát a FlatHub-ból érdemes, azban van a legtöbb, tudsz hozzáadni egy elérési utat, hogyha esetleg mást lelnél, ami számodra fontos. Elő szokott fordulni, hogy egyes programok a FlatHub-on nincsenek rajta, de a saját honlapjukon igen. Itt megadod a tárolónak az elérését, egy ad dal hozzáadod, és akkor itt ki tudod válaszolni, illetve természetesen, hogyha felmész egy honlapra, letöltöd ezt a Flatpak ref fájt, mert nem az egész fájt töltöd le a honlapról, csak ezt a kis parancsfájt, amely a többit intézi, akkor megadod az elérési útját, nyilvánvalóan én a letöltési könyvtárat szoktam megadni, és akkor install app, és akkor olyat is fel tudsz telepíteni, ami éppen a tárolókban, tehát a FlatHub tárolóban
nincs meg. Tehát ilyen kézi telepítésnek, egyedi telepítésnek megfelelő. Oké, bezárjuk. A telepített, nálam pontosan nulla számú flette, csomagokat upgrade-elni is tudod, ezt kézzel egy picit macerásabb, hosszabb idő, de véleményem szerint ezzel pofásan, gyorsan meg tudod csinálni. Ennyi volt a mai nap, ez az első videó, első évad első része, remélem tetszett, köszönöm szépen, sziasztok, és jó Linuxozást!